parkoló kiépítés második folyamata történik a temető mellett. Ki és milyen szervező munkálatokkal végzi a mai napon a munkálatokat? Nagyon könnyű dolgunk van, mert a református testvérek elkezdték már előttünk, és ennek nagyon örülünk a parkoló kialakítás társadalmi munkában, és a mai napon az evangélikus presbiterek jönnek, Mayer Ferenc gondnokunk vezetésével kezdődtek itt a munkálatok. Igazából a múlt héten már a református testvérek elkezdték a feltöltést, és a mai napon pedig itt a kerítés áthelyezése, illetve hát különböző egyéb a bontás és építési munkálatok vannak. Ha jól látom, azért traktorok is mozognak, tovább folytatódik a földfeltöltés? Állítólag már nem kell, tehát elvileg elegendő föld került most már behordásra, de elképzelhető, hogy majd még hoznunk kell valamennyit, ezt majd a szakemberek megmondják, és akkor utána ugye elvileg lesz térkövezve a parkolónak a nagyobbik fele, másik fele pedig murvával borított, és ehhez már feltöltés elvileg nem szükséges. Ha jól látom, egy kapu kialakítás is történik, mit kell erről tudni, hogyan jelöltétek ki, és miért kerül más helyre? Kapu általában oda kell, ahol valami be van kerítve, tehát a feltett célja volt igazából a presbitériumoknak, mind a református, mind az evangélikus presbitériumnak, hogy be legyen kerítve az egész temető. Ugye régebben erre nagyon nagy igény volt, hiszen itt a temetőben a kóborkutyáktól kezdve az őzeken át mindennel találkoztak már, úgyhogy pont azért az egész terület be legyen kerítve, és hát nyilvánvaló, hogyha valami be van kerítve, akkor oda be is akar menni az ember, tehát szükség van egy kapura, úgyhogy ezért alakítunk ki egy kaput magára külön a parkolóra is, hogyha nagyobb temetés van, akkor, tehát ugye ha több kapu van, akkor nyilvánvaló módon, akkor jobban el tudják adni a területet az emberek, illetve hát egész egyszerűen azért, hogy zárható legyen maga az egész terület. Itt egy drótkerítés kerül kihúzásra, vagy valamilyen komolyabb építményt helyeztek el? Többféle kerítés lesz, úgymond a front felületen, tehát az első részen ott egy úgymond komolyabb kerítés lesz, és hátul, illetve tehát a temető háta mögött, illetve itt oldalt pedig egy normál drótkerítés lesz. Hogyan lehet megközelíteni majd ezentúl a temetőt, illetve a parkolót? Ugyanúgy, ahogy eddig. Tehát gépjárművel és természetesen gyalog, kerékpárral, bármivel, mindennel ugyanúgy. A halottak napjához közeledve azért meg kell jegyezni, hogy most még eléggé lapos ez a rész, vizes. Lehet-e járható majd addigra, esetleg feltöltésre kerül-e annyira a terület, hogy nem lesz ilyen probléma? Lelkészként azt tudom mondani, hogy imádkozunk a jó időért. Kik vesznek és hányan részt a mai munkálatokban? Milyen volt az aktivitás? Az aktivitás természetesen, így mondom, hogy természetesen, mert megszoktuk, hogy hál' Istennek a presbitereink mindig mozdulnak, hogyha feladatról van szó, amit nagyon szépen köszönünk nekik e helyről is. Illetve nem csak ők, hanem más gyülekezeti tagok is a presbitereken kívül is, a férfi testvérek közül jöttek sokan, és hál' Istennek szép számmal vagyunk nagyon, úgyhogy nagy az aktivitás. Hogyan fogadták a hívek, hogy egy ilyen fejlesztés lesz itt Soltatkerten? Akikkel én beszéltem, értelem szerint mindenki örült neki lévén, hogy már nagyon-nagyon elfér Soltatkerten egy méltó ravatalozó, és ugye próbáltuk összekötni a kellemest a hasznossal, tehát hogyha már a ravatalozó maga elkészül, akkor érdemes akkor magát, a kerítést, parkolót, mindent egyben elkészíteni, és ebben nagyon nagy segítségünkre van a város, amit szintén a helyen nagyon szeretnék megköszönni az egész egyházközség, illetve szerintem az egész lakosság nevében, hogy sikerül ezt a kérdést immáron több évtized után rendezni. Ha jól tudom, az önkormányzat komolyabb összeggel támogatta ezt a kezdeményezést. Az egyház az élő munkán kívül, illetve a gépi munkaerőn kívül mivel járult hozzá ehhez? Gyűjtést indított mind a két egyházközség, tehát református evangélikus szintén, és ez is beépítésre kerül magába a kerítés kialakításába, a hátsó kerítésbe, illetve a parkoló kialakításába szintén. A gyűjtés folyamatos még, vagy pedig már lezárult? Még van rá lehetőség, és itt ragadom meg az alkalmat, hogy bátorítsak mindenkit, hogy aki tud, akkor nagyon nagy szeretettel kérjük, és egyben köszönjük meg mindenkinek az adakozó szeretetét. Ha hozzá tud járulni, akkor annyival nagyobb területet tudunk úgymond hát lekeríteni, illetve annál nagyobb területet tudunk akkor térkővel látni. Hol tehetik meg az adakozást a hívek, és meddig tart ez a folyamat? Lelkész hivatalokban, úgy, ahogy eddig is ezt vasárnapról vasárnapra hirdettük a szószékről, tehát a lelkész hivatalokban ugyanúgy hivatali napokon és egyéb alkalmakon is lehet adakozni erre a célra, amit szintén még egyszer mondom, nagyon szépen köszönünk. A mai napra hogyan sikerült megszervezni a technikai, gépi hátteret a munkálatokhoz?
A mai napra túlzottan sok gépi háttérre nem volt szükség, mert a nagy gépi munkát az előző hétvégén a református testvéreink már elvégezték. A mi feladatunk már az volt, hogy a meglévő kerítést lebontsuk, és a betonoszlopokat áttettük a későbbi létesítendő parkolónak a külső oldalára. Ehhez igazából kellett emelővillás targoncával felszerelt traktor, azzal húztuk ki az oszlopokat, a többi az kézi erővel ment. Lyukak fúrása, egyéb dolgok? Hát a lyukak fúrása az megint csak gépi erővel ment. Szükség is volt rá, mert ahogy láttuk a gépnek is, tehát az orsónak is elég nehezen ment, mire leszaladt ezen az agyagos területen. Az a markolóra szerelt fúró orsó végezte, amit a Mayer Ferenc hozott. Komoly terveket néztetek itt a munkálatok előtt. Mire jutottatok, hogyan sikerült kijelölni a terepet és az oszlopok helyét? A terv igazából itt azért kérdéses még, hogy ez egy a parkolónak a végleges kialakítása kérdéses, hogy a terv az egy javasolt forma, nem biztos, hogy azt nekünk úgy is lesz a legpraktikusabb megvalósítani, tehát hogy használatban minél jobban alkalmas legyen, szép is legyen, ne zavarjuk a temetési szertartást, és amellett elég helyet is biztosítsuk. Tehát több szempontot kell figyelembe venni ahhoz, hogy minden szempont be legyen tartva, és ne sérüljenek az érdekek. Lehet-e tudni azt, hogy az eredeti tervek miről szóltak, és mik a javaslatok? Tehát az eredeti tervben a kijelölt szakaszok vannak az autó parkolásra, 10 méter szélességben, és közte 4 méteres szünetek. A 4 méteres szünetet a terven murvával, vagy pontosabban inkább füvesítéssel van az a terület elvégezve, vagy fűvel borítva, aminek kérdéses, hogy a későbbi fenntartása, én úgy gondolom, hogy problémás lesz, tehát nem biztos, hogy lesz arra mindig elég ember, aki azt öntözni fogja és nyírni fogja. Tehát javasoltuk mindenféleképpen azt a 4 méteres szakaszt vagy szűkíteni, vagy egyáltalán, ha nem biztos, oda nem kerül fa, azt teljes egészében indokolatlan, és akkor folyamatosan kialakítani, nem 10 méter és 4 méter osztással, hanem folyamatosan alakítanánk ki azt a sávot parkolásra. És a lefedés a füves résznek maradna füves, vagy pedig esetleg valamilyen burkolatot kapna? Hát ugyanazt a burkolatot kapná, mint a parkolási terület. A parkolózóna részben, tehát a költségvetés csak egy viszonylag kevesebb területet tett lehetővé, hogy térkővel legyen borítva, a nagyobb rész murvával lesz borítva. A kapu kihúzása hogyan történik? Van-e szakember, aki segít benne, építész vagy egyéb technikai személyzet? A kerítésnek a nyomvonalát már Bezsenyi László kijelölte, tehát reggel, amikor mi ide kijöttünk és az oszlopok felszabadultak, csak a drótot kellett a megjelölt oszlopokhoz kihúzni, kifeszíteni, és oda a kijelölt helyeket, megjelöltük a helyeket az oszlopokhoz, és mehettek a helyére az oszlopok a kifúrás után. Mikor várható konkrétan, hogy itt a munkálatok befejeződnek? Most, hogy itt a kerítés nyomvonala felszabadult, a gépi egyengető munkát a következő héten véglegesíteni fogják. Gondolom, le fog menni itt a mindszenti halottak napi nagy megmozdulás, amikor sokan járnak a temetőbe, és azt követően lehet a munkálatokat folytatni. Én bízom benne, hogy ez novemberben befejeződik. Látni, hogy elég lapos most a rész, saras, esetleg a halottak napján figyelnie kell erre az autósoknak, ha idebe szeretnének autóval állni. Mindenféleképpen most saras, tehát ez az állapot, ez nem nagyon kedvez azoknak, akik megfelelő, tehát ünneplő ruhában jönnek ki és szállnak ki az autóból. Ezt addig még a Bezsenyi László tervezi, hogy a gödröket feltölti,
és alkalmasabb lesz arra, hogy az autókkal rájönnek a területre, tehát mindenféleképpen úgy tervezzük, hogy az autók tudják használni ezt a ledöngölt telepet, a terepet, anélkül, hogy sarasak legyenek. Nyilvánvalóan az időjárás is ezt befolyásolhatja, hogyha kétnapos eső van, akkor leggondosabb előkészítés ellenére is előfordulhatnak saras részek.